azok a liberális gondolkodók, magyar emberek, akik, akiknek fontosak a kisebbségi jogok, legalábbis gyakran hangsúlyozzák, hogy ilyen magasztos, progresszív elveket vallanak, azok hogy az ördögbe lehetnek abban érdekeltek, hogy visszatérjünk a 90-es évek retorikájához, ahogy ezt Korcsok államfőjelöltként teszi, feszültséget szírtson Magyarország és Szlovákia között. Szerintem teljesen nyilvánvaló kell legyen mindenki számára, hogyha egy ilyen politikát viszünk, az rajtunk felvidéki magyarokon fog lecsapódni. Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a nagyítót a ma hét média család közéleti elemző műsorát látják. Itt van velem a stúdióban Kollégzolt és Rajkovics Péter akikkel az európai parlamenti választásról, a köztársasági elnök választásról, illetve az orosz-ukrán háború aktuális fejleményeiről is fogunk beszélgetni mai adásunkban. Hát kezdjük talán az EP választással, ugye az Európai Unió 27 tagállamában június 6-a és 9-e között kell lezavarni, ugye hol egy nap alatt, hol két nap alatt választási rendszertől és szokásoktól függően. Szerdától biztosak lehetünk abban, hogy a szlovákiai-magyar választóért folyó verseny még inkább kijelezetté válik. A progresszív szlovákia ugyanis komoly erősítést jelentett be Ódor Lajos egykori miniszterelnök személyében. Hát ugye most föltehetjük a kérdést, hogy akkor most progresszív kormánya volt Robert Fico szlovákiának, vagy utólag látta, hogy neki ebben a táborban a helye, illetve Zuzana Csaputóvá köztársasági elnök párt feladatot teljesítette, vagy pedig legjobb belátása szerint a szakmaiság alapján döntött. Utólag a csata után mindenki tábornok a fejlemények tükrében, te ezt hogy látott Péter? Hát, hogyha szeretném egy kicsit saját megközelítésben bemutatni a történetet, akkor nagyon érdekes, mert pont egy évvel ezelőtt készült a, a Magyar Hétbe egy interjú Udó aki akkor még ugye a Nemzeti Bank elnöke volt, és azt gondolom, hogy a szakmai közösségen kívül, meg hát azok közö, azokon kívül, akik ismerték a munkásságát, nem nagyon ismerte őt a választó a, akár a szlovákok, akár a magyarok itt Szlovákiában, hát most pedig uh, úgy mutatták be őt, mint egy nagy erősítés a progresszív Szlovákia számára. Én azt gondolom, hogy Robert Cicó nagyon sokat nyert azzal, hogy Jó Lajos direkte kiállt a progresszív Szlovákia mellett, hiszen az, amit az elmúlt fél évben a szakértői kormányjal kapcsolatban mondott, most teljesen igazá vált. Tehát, hogy ez egy progresszív kormány volt. Azt gondolom, hogy Ódor Lajos uh, szakmai szempontból egy rossz döntést hozott, de hát ezt majd ő fogja valószínűleg értékelni, és nem most, hanem évek múltán. Viszont van egy stabil, biztos LP képviselői helye, ezt már most január végén kimondhatjuk. Nem tudom, aki ismeri mondjuk a, a, nemzeti banki fizetéseket, meg azt, hogy mondjuk egy alelnök mennyit keres, és ismerjük azt, hogy ő most miniszterelnök volt néhány hónapig, azok után mondjuk egy EP képviselőhelye én annyira nem tartom vonzónak, akár szakmailag, akár politikailag, tehát ezt ő tudja. Az, hogy a verseny az skélezettebb lesz, az bizonyos mértékig igaz, de azért azt is látni kell, hogy én azt gondolom, hogy aki a PS-re fog szavazni, az Azért, mert Udor Lajos ott van, valószínűleg nem egy magyar ö, jelöltet fog keresni, hanem egy olyan szimpatikus, liberális jelöltet, aki ő számára elfogadhatóbb. Tehát valószínűleg azok a, a szlovákiai magyarok, akik akár az SZSZ-re, vagy akár még a SOLAN-ra is szavaztak volna, inkább átmennek majd a progresszív Szlovákia felé. De hát tudjuk, hogy 5 évvel ezelőtt is nagyon erős volt a PS az EP választásokon. Mondom. Én személy szerint nem értem Ódor választását, aztán lehet, hogy ez egy olyan történet, amely nem most kezdődött. A szakértői kormány miniszterelnökeként mondhatjuk, hogy Ódor Lajos szakmai viszonylag steril döntéseket hozott, a magyarság számára pedig az első sokon túl nem sok haszon származott abból, hogy magyar miniszterelnöke volt az országnak. Ugye, ha így magyar kérdéshez kapcsolódó dolgait veszük elő, sokat kell gondolkoznunk, igen, egy hosszú fehér lapot bevághatnánk, talán a területi felosztás az, ami a magyarokat érint, és az ő kormánya idején szivárgott ki ennek a tervezete. Nem is hangsúlyoztam, néha a rádió műsorokban, ugye Vince jártam, járt, amikor arra kérték minden szlovák rádió műsorban, tévé műsorban a magyarokat, megkérik, hogy mondjanak valamit magyarul, tehát ezen a poénkodáson kívül, tehát nyilván nem titkolta, nem, tehát nem is akarta, nem is tudta volna, de úgy nem is hangoztatta különösebben, vagy nem, nem élt ezzel a lehetőséggel. Mit jelent a magyar választó számára az ő indulása? Tudja, talán még itt visszacsatolva arra, amit mondtál, egyik ilyen műsorban elárulta, hogy a köztársasági elnök azt nem is tudta róla, hogy magyar. Tehát ebből az következik nyilvánvalóan, hogy a környezete számára Ódor Lajos nem mint szlovákiai magyar, felvidéki magyar jelent meg, hanem ebben az értelemben itt szakértőként gondoltak rá, és hát azért ne legyünk illúzióink, amikor a progresszív szlovákia által jelölt elnökasszony neki megfelelő jelöltet keresett egy, egy hivatalnok kormány élére, akkor lehetett rögtön tudni, hogy itt az elnök kabinetje lesz, és az elnök értékrendje a PSZ-hez áll közel, akkor most persze utólag ez igazolást nyer, de hát azt hiszem, hogy akkor is nyilvánvaló volt, hogy értékrendjét tekintve a progresszívekhez áll közel Ódor Lajos. Azzal egyetértek Péterrel, hogy azok a magyar választók, akik elmennek az urnákhoz majd júniusban az európai választásokon, valószínűleg két dolog mentén kell, hogy elgondolkodjanak, a két fontos ítélet-értékítelt mellett kell dönteniük. Az egyik az, hogy mi a fontosabb számukra. Az, hogy legyen egy nemzeti elköteleződés, legyen egy olyan elköteleződés, ami biztosíték a, a szlovák magyar jó kapcsolatoknak. És én azt gondolom, hogy ha így gondolkodik a magyar választ, akkor nem fog Ódor szavazni. Egyrészt a miniszterelnöki munkássága az nem igazolja, hogy fontosak számára a magyar ügyek. Tehát aki ebbe gondolkodik, akkor már csak emiatt sem szavaz rá. De a miniszterelnöki munkássága pontosan arról győzött meg minket, és most a bemutatkozása is itt a PS rendezvényén, hogy bizony tőle az várható, hogy a megszólalásaival, inkább feszültséget fog kelteni a magyar-szlovák államközi kapcsolatokban, hiszen minden alkalmat megragad arra, most már a PSZ-hez hasonlóan, ugye a párt nyilván ezt a politikát vitte eddig is, és ehhez a mondani valóhoz csatlakozik Ódor Lajos is, hogy feszültséget keltsen a budapesti kormánya szemben bírálja az Orbán kabinetet. Én azt gondolom, hogy ez nekünk nem jó. Ugyanis kinek jó a feszültség, kinek jó az, hogyha az államközi viszonyban folyamatosan ellentétek vannak. Azt gondolom, hogy ezt a döntést már korábban is meg kell majd hozni az államfőválasztást kapcsán is, erről fogunk majd még külön beszélni. Tehát érdemes együtt látni ezt a két voksolást, két megmérettetést. Szerintem a felvidéki magyar választó számára, amellett, hogy a magyarsága mellett kell, hogy kiálljon, fontos az is, hogy Támogassa azt a politikát, ami közelíti a két országot, és nem azt, ami egy mondva csinált feszültséget akar kelteni ideológiai alapokból. Mondom, engem ebben az egészben az lett meg a legjobban, ha még egy picit magamnál tarthatom a szót, hogy a, azok a liberális gondolkodók, magyar emberek, akik, akiknek fontosak a kisebbségi jogok, legalábbis gyakran hangsúlyozzák, hogy ilyen magasztos, progresszív elveket vallanak, azok hogy az ördögbe lehetnek abban érdekeltek, hogy visszatérjünk a 90-es évek retorikájához, ahogy ezt Korcsok államfőjelöltként teszi, feszültséget szírtson Magyarország és Szlovákia között. Szerintem teljesen nyilvánvaló kell legyen mindenki számára, hogyha egy ilyen politikát viszünk, az rajtunk felvidéki magyarokon fog lecsapódni. Ne legyen senkinek ebben illúziója, úgyhogy ezentán érdemes elgondolkodni, hogy azért legyen már józan eszünk, és próbáljunk meg így rendet vágni ezekben a gondolatokban. Én ezt látom most röviden összefoglalva Ódor Lajos jelöltsége mögé, és nem mellesleg az államfő választáson is ezt a tétet látom. Erre reagálnék, tehát hogy elemző műsorban vagyunk most, hogyha konkrétan megnézik ez a történéseket. Láttuk azt, hogy 2023 tavaszán, amikor ma, vagy hát kora tavaszán, amikor még csak felmerült annak a lehetősége, hogy szakértői kormány lesz, mert akkor az első hírek szerint ő volt a fő esélyes, Ódor Lajos, majd szeptember után, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy a Fico kormány alakul, akkor Ódor Lajos elkezdett a progresszív média számára nagyon érdekessé válni, nem csak Szlovákiában, hanem Magyarországon is. És hát, ha megnézzük a tegnapi sajtó megjelenéseket, akkor az erőteljesen progresszív, magát függetlennek nevező, de hát függetlennek egyáltalán nem tartott médiumok, amelyek ugye mindig a jelenlegi kormányzatot, akár a magyar, akár a szlovákot támadják, úgy apostrofálták, mint egy óriási siker a PS számára, hogy Ódor Lajos, aki az ellenzéki választók között annyira népszerű lesz az EP lista vezetőjük, hát azt gondolom, hogy ez a folyamat egy előre megért folyamat, és éppen ezért súlyos veszélyekkel jár a szlovákiai magyarság számára, éppen azért, mert Ódor Lajost nem érdeklik a szlovákiai magyar ügyek olyan szempontból, hogy ezt felvállalja. Ezért is fontos, hogy a Magyar Szövetség erőteljesen kampányolja, akár az államfőválasztáskor, akár az EP választáskor. És ezt konkrétabban is meg tudjuk fogalmazni. Szerintem most végérvényesen áldott, hogy értékek mentén kell kampányolni. Tehát, hogyha kérdéses is volt, hogy szeretné nagyobb számban az európai választáson megszólítani a, akár a liberális értékrendű magyar választókat, akkor jól látjuk, hogy ők valószínűleg eltájolódnak, és most már érdemes abban gondolkodni, hogy sokkal hangsúlyosabban ki kell állni a konzervatív értékek mellett, és egy ilyen kampányt fölépíteni. Szerintem ez lehet a garancia arra, hogy, hogy egy ilyen erős üzenet, Fölépített kampány megszólít olyan választókat, akik esetleg legutóbb vagy otthon maradtak, mármint a parlamenti választáson, vagy akár átszavaztak szlovák pártra, például a SZMERRE. Tehát ebben érdemes elgondolkodni, hogy hol vannak igazán a választói tartalékok, és hol húzódik a front a politikai térben. Tehát egyre nyilvánvalóbb ez a, ez a kettős megosztása a szlovákiai politikai térnek is. Ugye a Szlovákia némileg megkésve érkezett meg ebbe a politikai felosztásba. Magyarországon ez a szembenállás ez már jóval korábban látható volt, tehát nekünk felvidéki magyaroknak már jóval korábban volt tapasztalatunk ezzel. De egyre nyilvánvalóbb, hogy a szlovákiai választók számára is egyfajta globalista és szuverenista szembenállása egyszerűsödik le az európai parlamenti választás, és ennek megvannak a belpolitikai vonatkozásai is. Tehát egyszerűbben fogalmazva a PS és a kormány oldal versenye ez a szlovák választók szemében, és egyre inkább ez a választás kínálkozik a magyar választók számára is, hiszen Ódor Lajos kimondva kimondatlanul már csak a nemzetiség okán is megszólíthat magyar választókat. Ezzel szemben szerintem akkor jár el helyesen a szövetség, hogyha nyíltan felsorakozik egy szuverenista üzenettel a, az európai politikai szövetségesei mellé, nem mellesleg a magyar kormány a Fidesz mellé, és egy olyan politikai üzenetet próbálnak fogalmazni, ami képes mozgósítani szerintem jó eséllyel több mint százezer magyar választót, akár egy közepes választási részvétel mellett is. Ebben pedig nem csak egy, nem csak egy parlamentbe jutás lehetősége van benne, hanem akár siker, egy, egy komolyan mérhető siker is. Tehát én azt gondolom, hogy most nem a csüggedés ideje van itt, hogy hogy azt látjuk, hogy Odor Lajos elindult, és akkor ez, ez, valamiféle eleve behatárolná a szövetség lehetőségeit. Szerintem nagyjából ezt kell gondoljam, azok a választók, akik, akik Ódor fognak szavazni, azok nagyobb számban eddig sem szavaztak volna, ha nem indul a PS listán oldalra és a szövetség listájára. Most az a dolga a szövetségnek, hogy azokat megszólítsa, akik esetleg otthon maradnának, mert nem kapnak egyértelmű üzenetet és érték kínálatot a szövetségtől. Ugye a szlovákiai politikai élet saktábláján ez egy tagadhatatlanul erős nyitás volt a PS részéről. A többi párt részéről viszont még nem látunk túl nagy mozgolódást, ugye hát tényleg szűk négy hónap választ el bennünket az európai parlamenti választástól, és sem a kormány oldal, sem az ellenzék nem túl mozgékony. Hogy látod a többiek helyzetét, tehát akár a kormánypártok Miért nem tolják jobban előtérbe? Mindenki kivár az elnökválasztás miatt? Én szerintem kivárnak az elnök választás miatt. Nyilvánvaló, hogy a, a kormánypártoknak, itt elsősorban a Szmerre és a Lasszra gondolok, az elnök választás a prioritás, hisz ugye tudjuk, hogy a Lasz -e elnöke is már bejelentette hivatalosan is, hogy indulni fog, de ez a SMER számára is fontos, mivel akkor a közöki méltóságok közül hát minden pozíciót ők uralnának ebből a szempontból, tehát a három közökké méltóság gondolok, Ebből a szempontból nagyon fontos az államfőválasztás, az EP választás pedig egy későbbi verseny, ahol szerintem mondjuk a pozíciók le vannak osztva, tehát hogy körülbelül ki mennyit tud szerezni, ez a részvételen fog múlni, tehát mennyire sikerül majd mozgósítani. Ha az államfőválasztás siker lesz, akkor nyilvánvalóan egyszerűbb lesz majd a mozgósítás is, és hát arra sem feledkezzünk el, hogy szerintem Ódor Lajos ilyen korai bemutatása, egy olyan üzenet volt, hogy egy kicsit erősítsék a ps -t. Robert Fico ugye múlt héten csütörtökön a köztársasági elnök beszédére reakcióként kijelentette, hogy valószínűleg csaputóval majd tart egy szünetet és visszatér. Hát szerintem most megy a verseny, hogy Simecskát ki fogja Váltai, mert hát mondjuk ki őszintén, Simecskának túl nagy politikai ereje nincs. Ezt egyébként Odor Lajosról is ugyanezt gondolom, tehát ő sem gondolom politikailag egy nagyon kész személynek, ezt a, a miniszterelnöksége is megmutatta, de lehet, hogy bele tanul, úgy, ahogy tehát egy jó közgazdász, tehát ezt mindenképp ki kell emelni, de hogy politikusként mennyire el fog tudni érvényesülni, és a PSZ-ben nincsen, nincsenek, emberek, láttuk, hogy az elnök is mekkora badarságokat mondott nem régen a egyik politikai műsorban, tehát elismerte igazából, hogy az, a tüntetések már a korcsok kampányát jelentik, én azt látom, hogy az próbálja megmenteni azt, amit lehet. Korcsok nem tűnik túl jó jelöltnek, és valahogyan erősíteniük kell. Kérdés az, hogy találnak-e valamilyen fogózót, mondjuk Pelegrinin, ahogy Pelegrinit gyengíteni tudnák, vagy már csak az LP választás marad. Ha elfogadjuk vételnek ez a tézisét, hogy a pártok egyelőre az áll a gyúrnak, ezért kicsit fékezettebb habzású a felkészülés a brüsszeli kampányra. És elég lehet az a, hát egy két hónap az elnökválasztás és a, az LP választás között, hogy arra fölhúzzák a teljes kampányt. Nyilván vannak helyzeti előnyben lévő pártok is, akik vagy amelyek folyamatosan a nyilvánosság előtt szerepelnek. Tessősorban a kormány oldalra gondolok. Nekik szerintem nem fog gondot okozni egy, egy viszonylag rövid kampány. Ellenben a parlamenten kívülről, itt a Magyar Szövetségre gondolok, bizonyára kellene gondolkodni, hogy annak az ütemét, amiben a párt esetleg eredetileg gondolkodott, hogy február 23-án, 24-én mutatják be az európai jelöléket. ezt lehet, hogy érdemes lett volna előre hozni, vagy akár még ennek lehetőségét most is mérlegelni, és valahol a kampányt összekapcsolni, a két kampányt, az államfőválasztás kampányát és az európai kampányt egymást erősítő üzenetekkel. Nyilván ez egy, ez egy stratégiai kérdés. Ilyen szempontból Ódor jelöltsége most megkeverte a lapokat kétségtelen, hiszen erre reagálni kell, hiszen a magyar választókat érintő kihívásról van szó. Azonban azt gondolom, hogy akár, és itt a kérdésedre konkrétan válaszolok, akár egy két hónapos intenzív kampány is elég lehet. Tehát önmagából ebből nem következik egy, egy kudarc előrevetítése de nyilvánvalóan szerencsés lenne ezt a két választást valamilyen módon összekapcsolni, és valami azonos üzenetekre felépíteni, és ezt mielőbb elkezdeni. Egyébként az államfőválasztás ugye március 23-ára van kírva és igazából most jelenleg én nagyobb gondnak látom, hogy az államfőválasztás kampánya sem indult be még arra az üzemi hőfokra, ami elvárható lenne. Ugye csütörtökön beszélünk, várhatóan pénteken Adja le, Forró Krisztián, a, a támogató íveket, és ettől, ettől a naptól válik hivatalossá jelöltsége. Hát ez a, ez a nap lehet majd egy új, új kampány kezdetnek az időpontja, tehát innentől remélhetőleg várhatólag felgyorsul majd a kampány, és olyan üzenetekkel fognak találkozni a magyar választók, amely eh, először is megmagyarázza, hogy miért van szükség magyar jelöltre az államfői posztra, és illetőleg olyan üzeneteket fognak hallani, ami miatt el is mennek majd választani. Ja, nem csak forró Krisztián fogja leadni pénteken, az a szólnap a támogató aláírásokat, hanem a 2019-es köztársasági elnökválasztási kampány egyik leghumorosabb figurája, Stefan Harbin is ő tegnap szerdán tartott egy sajtótájékoztatót. Ugye ő bár állítása szerint megnyerte az elnök ugye ez már körbejárta beszántotta a szlovák internetet különböző fórumokon. Valójában az első fordulóban a harmadik helyre elegendő számú szavazatot gyűjtött, viszont komoly spontán támogatói kampánya bontakozott ki a népkörében. Még a legfelsőbb bíróság elnökeként, illetve igazságügyi miniszterként pályáját figyelve nem érthetem, hogy ezt a nagyfokú szimpátiát mi hozta elő az emberekből, elég, hogyha Baki itt említem, de ebbe talán most nem menjünk bele, nem ez a fő profilja a műsornak. Péter, mit várhatunk Stefan Harabintól? Megint egy harmadik helyre elegendő pozíciót és sok munkát vagy az alatt az öt év alatt összekapta magát. Tegnapi bejelentkezését nézve nem látok sok új patront nála. Hát érdekes, én láttam vele egy beszélgetést az egyik szlovák portálon, hát én azt gondolom, hogy na, finoman fogalmazzak, hát nem lett frissebb és üdébb, mint öt évvel ezelőtt. Én már többször elmondtam azt, hogy ha két erős jelölt lesz itt, Pellegrino és Korcsokról beszélünk, és nem tudjuk, hogy kik lesznek a további jelöltek, tehát a Forró Krisztián indulása már szinte biztos, ugye Harabin is valószínűleg indulni fog, Danko mondott valamit, de hát Dankonak azért nehezen tudjuk a szavait elhinni, azok után, hogy vezetésével is vannak problémák, meg azzal, hogy egyszerűen a partját hogyan vezeti, és nem a szemaforra gondolok. Tehát azt gondolom, hogy Forró Krisztiának van esélye arra, hogy harmadik legyen, hogyha Harabin indul attól függetlenül, de hogy a kérdésedre válaszoljak, én azt gondolom, 2019-ben a hát hogy gyatra állapotban volt, és az ő jelöltjük sem volt annyira népszerű a saját választóik körében, ezért Harabin, aki ugyancsak csak a azon csoportokhoz köthető, akik a mert is választják, tehát elég magas szavazati arányt tudott elérni. Most viszont, ha Fico erőteljesen fog kampányolni Pellegrini mellett, most még csak arról beszélt, hogy ugye kiáll mellette, de hát ugye egy olyan ember mellett kéne kampányolni, aki végül is ott amikor a, a rossz helyzetben volt, és végül is majdnem elvette a választóit is, meglátjuk, hogy mennyire lesz erőteljes a kampány. Azt látom, hogy Harabinnak biztosan nem sikerül annyi szavazatot szereznie, mint 19-ben, és éppen ezért lehetőség van. És akkor most mondjuk el újra azt, amit fontos hangsúlyozni. Azért is van szükség magyar jelöltre, hogy a magyar ügyekről beszéljünk. Itt beszéltünk az EP választásról, ami ugye két hónappal lesz a az elnök választás után, és éppen ezért nagyon fontos volna, hogy a Magyar Szövetségnek legyen egyfajta előkampány, és ez egy tökéletes előkampány. Lehet, hogy a magyar ügyekről beszéljük, hogy miről volna fontos Szlovákiában beszélni, amiről most hallgatunk. Megengedtek még ezt, ezt hozzászólást. Nem mindegy, hogy hogyan szerepel Forró Krisztián az első fordulóban. Nagyon nem mindegy. Ugyanis azok a szavazatok, azok bizony beválthatók a második fordulóban. Hiszen vélelhetően elhamosíhatunk a felmérésnek, persze ezt mindig érdemes fenntartásra kezelni, akkor egy viszonylag szoros verseny várható, akár az első fordulóban Korcsak és Pellegrini között, nagyobb eséllyel Pellegrini javára, és ha egy ilyen szoros verseny lenne, az magyar szempontból nem is lenne különösebben probléma, hiszen akkor a jól szereplő forró Krisztián szavazatait és támogatását bizony be lehetne váltani, tehát egy olyan tárgyalást folytatni, Nyilván itt a kormány oldal az esélyes, akit a magyar választók meg tudnak támogatni a progresszív jelöltel szemben, nem is beszélve Korcsokról, aki olyan, hát mondjuk így útszéli kijelentéseket tesz, ami ami hát azért borzolja a magyar választók kedélyeit. Mondjuk ki, mondjuk ki teljesen nyíltan egy progresszív nacionalista, igen? Igen, hát ugye nem is lehet ezt másképp értelmezni, amikor azt rója fel szólnak, hogy a budapesti látogatásán nem kérte ki, fennel hangoztatva, hogy a magyar tisztviselők, magyar kormányzati emberek miért használják, vagy miért használhatták a múltban azt, hogy Szlovákia elszakított terület. Ezt ugye ki kell kérni azonnal, és amikor Fico egy kapcsolatot építeni megy, amit az előző kormányok idején meglazult Budapestre, akkor nyilván ezzel kell kezdeni, hogy a feszültséget fel lehessen tartani. Hát látjuk azt, hogy a korcsoki politika hova vezetne. Na de ugye, hogy visszatérve még ez a gondolathoz, egy sikeres szereplés a Magyar Szövetség jelöltje részéről, az bizony jól kamatozhat a második fordulóban, és hasonló alkúhelyzetet teremthet, ha csak pillanatnyilag is, mint ha bejutott volna a szövetség a parlamentben, és egy koalíciós tárgyalás alkalmával lehetett volna azt arra tenni a magyar ügyeket. Tétje és súlya van minden egyes lépésnek és cselekedetnek, ezt a választók felé megfelelően kéne közvetíteni, mert egyre kevésbé érzik úgy a választók, hogy a szavazatuknak van súlya, és, és, utólag valami haszna. Igenis lehet haszna, csak ezt megfelelően kell kommunikálni. Robert Fizot említetted, tegnap nagy távolságot tett meg munkváron kezdte a napot, ahol Gyenis Mihal ukrán miniszterelnökkel tárgyalt, majd pedig az estét Berlinben Olaf scholz zárta, ahol szintén visszautalt a délelőtti ukrajnai tárgyalásaira, mondván, hogy Németország és Szlovákia között nem képez a kadályt, illetve nem rontja a két oldalú kapcsolatokat az, hogy az ukrajnai háborút másképp látják. Hát igen, ugye ezt többféleképpen, többféleképpen lehet szemlélni, még hogyha közepes szlovákiai magyar prózaírok azt is gondolják, hogy mindenki, aki másképp gondolja, mint ő, az rossz propagandista, ez nem szükségképpen van így. A folytatott tárgyalás a nézetkülönbségek ellenére viszonylag pozitív hangulatban telt. Ugye viszolátogatásánál viszont nagyobbat futott az, hogy egy e, orosz szállítógép, amely ukrán hadifoglyokat szállított, az bizony lezuhant e, minden bizonyal ukrán találat által. Valószínű, hogy ez a nemzetközi sajtóban beárnyékolja a Fico látogatást, ugye ez olyan dolog, amit nem lehetett előre kiszámítani. Fico útja jelente valamit az orosz-ukrán konfliktus szempontjából? Hát, ugye előzetesen Fico azért jóval hogy mondjam, kevésbé békülékeny hangnemet ütött meg Ukrajnával szemben, és ezen a miniszterelnöki találkozón inkább azokat a pontokat hangsúlyozták, amiben nincs konfliktus, vagy nincs vita a két ország között, mert bizony vannak viták. Ugye Ficó kizárja, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen, amit ezt ki szorgalmaz, ezt jól tudjuk, és hát továbbra sem hajlandó Szlovákia mint állam fegyvereket szállítani Ukrajna felé. Ugye arról már korábban is szó esett, hogy a szlovák vállalatok értékesíthetnek fegyvereket az ukrán oldalnak. És hát ami viszont hát nem is új, mert Ficó korábban is erről beszélt, meg hát a decemberi szavazás is erre utalt, a hangsúlyozta, hogy támogatni fogja az Ukrajnának szánt uniós forrásokat, tehát itt nem lehet arra számítani, hogy Ficó esetleg a magyar kormányra karöltve vétózna ebben a kérdésben. És hát ugye itt érdemes is visszautalni a múlt heti Orbán Ficó találkozóra, tehát amikor azt mondjuk, hogy van egy, van egy védés szövetség a két kormányfő között, akkor itt elsősorban arra érdemes gondolni, hogyha Brüsszelből érkeznek támadások Magyarország vagy akár Szlovákia irányába, akkor ebben a kérdésben számíthatnak egymás támogatására. Ugye azt viszont nem érdemes belelátni, hogy az ukrán háború megítélésében teljesen azonos hangot ütne meg a két kormányfő. Tehát ezt így érdemes helyén kezelni. Tehát ezt a mondjuk így pragmatikus, a, mondjuk így nem a vitás kérdésekre koncentráló politikai beszédet hallhattuk a németországi látogatásán, és ugye egy diplomáciai nagy üzemben vett részt a tegnapi napon Ficó ez talán abból a szempontból érdekes, hogy Olaf Scholz nem azzal kezdte, hogy a jogállamisági problémákat Ficóra olvasta volna. Ugye valószínűleg itt a német kormánynak sem az volt az érdeke, hogy ezt a látogatást ilyen konfliktus keresésre használja fel. Ez ugye sokakban a azt a korábban is ismert szlovák diplomáciai gyakorlatot, hogy különböző csatornákon kommunikál a, a, szlovák külügy, egyfelől nyugat felé is elmondja azt, amit ott kötelező elmondani, vagy arra felé kötelező elmondani, és van egyfajta hazai kommunikációja is. Én azt gondolom, hogy még, még, ez is egy magyar szempontból, felvidéki magyar szempontból egy, egy olyan változás a korábbi kormányhoz képest, ami egyértelműen a progresszív liberális irányból volt elkötelezve, amiben azt lehet mondani, hogy van mi bekapaszkodni. Ugye tél van, nem csak autónk szélvédője fagy be alkalmanként, hanem a frontok is. Hogyha a térképekre nézünk, azok gyakorlatilag néhány milliméteres tüskét leszámítva hónapok óta változatlanok. Egy hónap választ el bennünket a háború második évfordulójától. Ugye volt egy első évfordulós adásunk, amikor azt valószínűsítettük, hogy hát nem szeretnék egy második évfordulós adást, de valószínű, hogy szükség lesz rá. Péter, hogy látod, aktuálisan most megvárják, amíg kiolvadnak a sztyeppék, és utána indulnak, vagy marad ez a jelenlegi álló harc az elkövetkező hetekben, a hónapokban? Napnál is világosabb, hogy a szlovákiai progresszív uh, propagandisták uh, szeretnék most még csatlakozni Zsoltnak a gondolatához. Azt szeretnék elhitetni, hogy Fico valami óriási ukrán ellenes, uh, de ezt nem ezt látjuk, ahogy elhangzott itt pragmatikus gondolkodás van, és azt gondolom, hogy erre most szükség is van. És hogy a kérdésedre is válaszoljak, Európában is egyre inkább azt látom, hogy Kezdnek az országok rájönni, vagy hát az országok lakosai rájönni arra, hogy az a egysíko kommunikáció az nem teljesen volt igaz, a problémák egyre mélyebbek, és Ukrajna egyre rosszabbul áll, sajnos mondjuk meg, hogy ez elsősorban a lakosságot érinti, az ukrán lakosságot, aki ezt meg fogja érezni, és a háború szinte biztos, hogy nem fog véget érni a második évforduló előtt. Bízunk benne, hogy azok a politikai, események, amelyekről már itt is beszéltünk, tehát hogy több választás lesz Európában, nem csak Szlovákiában, nem csak az EP választás lesz, hanem lesznek további választások is, azok jó irányba fogják mozdítani a háborút, és a vezetők is úgy fogják érezni, hogy az európai lakosság, vagy beszéljünk akár az egeren túli lakosság is, ha Amerikára is kitekintünk, nem szeretné ennek a háborúnak a folytatását. Ebben látom az esélyt annak, hogy ez a háború még 2024-ben véget érjen. Ha, ha, nem lesz ilyen politikai akarat, akkor ez egy elnyúló, olyan kis háború lesz, amiről már nem fogunk annyit hallani a hírekben, viszont az ott élőket minden nap fogja érinteni. Ugye, mint a konfliktus kezdete a az is olyan volt, hogy nem ütötte át a nemzetközi sajtó Inger Küszöbét, viszont az ott élők életét fogalá változtatta. Reméljük, hogy pozitív fejleményekről számolhatunk be az orosz-ukrán háború végkimenetelét, illetően is hamarosan. Önöknek köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Olvassák heti lapunkat, a Magyar Hetet, Öngészszék portálunkat, a Májetet. Ha nem szeretnének lemaradni a nap legfontosabb híreiről, akkor iratkozzanak fel napi hírlevelünkre, ahol minden munkanapon összefoglaljuk a nap legfontosabb történéseit, illetve nyomják meg itt a Youtube csatornánkon a csengőt, hogy értesítést kapjanak minden megjelenő videónkról. Naponta van, hogy több videónk is megjelenik, szerdánként pedig podcast jelentkezünk. Ha pedig tornáztatnák az agyokat, akkor ne felejtsék el megoldani kvízeinket, ebből is akad szép számmal. Köszönjük, hogy ma este is bennünket választottak a viszontlátásra.